Nagy üzem az NVSC Big Boxing edzőtermében. A tréning szokás szerint futással kezdődik, majd a bemelegítéssel folytatódik. A bunyósok már az idei év remélt sikereiért dolgoznak, de Nagy Lajos vezetőedzőt még az elmúlt esztendőről kérdeztük. Összességében nem zártunk rossz évet, sőt azt mondhatom, hogy nagyon régóta az egyik legjobb évet zártuk, mivel Kovács Riádnak sikerült kvalifikálnia magát a Párizsi Olimpiára. Egyúttal bronzérmes lett az Európa játékokon, így jó az év, de vannak olyan eredmények, amiket vártam és elmaradt, sérülés miatt abba hagyta, eligazolt, tehát voltak nehézségek. De mind ezek ellenére a Ricsi, mint mondtam, olimpiai kvótát szerzett, a Petrimán Patricia azon kívül megnyerte az OB-t, Európa-bajnoki bronzérmet lett, illetve világbajnoki 5. helyezett. A Petrimán Milán nemzetközi tornát nyert Spanyolországba, a boxszámot, az OB-n bronzérmes lett 2 nyert meccs után, de felrepett a szemöldöke és megállította az orvos, tehát azért ez a csalódás, mert ő neki azért jó esélye lett volna akár megnyerni a 67 kg-os súlycsoportot. Kovács Ricsi családi problémák miatt ugye nem indult az OB-n. Az idehaza az elmúlt év legjobb férfi ökölvívójának választott Kovács Hihárt számára az örömök mellett szomorúságot is hozott az elmúlt esztendő. Nagyon örültem ennek a kvótaszerzésnek, az év nagyon jól sikerült, azt már nem mondhatom el az év végéről, ugyanis a nővéremet elveszítettem, és ez a családot nagyon megérintette. Próbálok ebből felállni és a 2024-es évemet így kezdeni. Bízom benne, hogy a Bocskai István Emlékversenyre már olyan formába tudok kerülni, amit várok magamtól. Az olimpián 20 versenyző indul a 63,5 kg-os kategóriában. Egyelőre még nem teljes a létszám, így nem lehet tudni, hogy kikkel számolhat ellenfélként az egyetlen kvótával rendelkező magyar férfi ökölvívó. Minden kontinensen megvolt az első kvalifikáció, már biztosan 12-en indulunk, még van 8 lehetősége valakinek belépni, mert ugye az olimpián 20-an leszünk. Nagyon erős mezőnyre számítok, ugyanis láttam már ezt a 12-t, aki már bent van, javarészt ismerem mindegyiket, bízok a lehető legjobbakban. A hétfőn kezdődő Bocskai emlékversenyen Kovács Richárd 2 klubtársa is szorítóba lép. Kovács Tamás szintén a 63,5 kg-osok között, Petrimán Milán pedig a 67 kg-os súlycsoportban indul majd.